A brit szurkolók elfoglalták Madridot, ahol 2008 óta először két angol csapat játssza a Bajnokok Ligája döntőjét. Több mint 80 ezren érkeztek a spanyol fővárosba a Szigetországból, bár csak 32 ezernek van jegye. A Liverpool és a Tottenham hívei külön-külön szurkolói zónában melegítenek az esti meccsre. Kicsit ideges vagyok, és nagyon szorítok, hogy sikerüljön Jürgen Kloppnak megnyerni a trófeát. Hamarosan meg lesz, nem veszíthet el még egy döntőt. Én nagyon szorítok ezért, mondta egy póldrukker. Először játszhatunk döntőt, mondja egy Spurs rajongó. Ez nem történik meg többször az életemben, ezért is nagyszerű, hogy átélhetem. A spanyol hatóságok szerint sosem látott biztonsági intézkedések kísérik a város történetének legnagyobb szabású sporteseménnyel kapcsolatos rendőrségi akcióját. 4700 rendőr teljesít szolgálatot Madridban, és a finálé helyszínét szűk két éve átadott új stadion a Wanda Metropolitano környékén. A Liverpool hatodszor vagy a Tottenham először nyeri meg a legrangosabb európai kupasorozatot. Erre a kérdésre este 11 óra körül választ kapunk.